Szeretettel köszöntöm a Püspökenyér színű sorozat műsorú nézőit. A 148. adást láthatják beszélgető társaim a Katolikus Egyház részéről, Kocsi Sülöpérsek, Metropolita, Köszönöm. szinte egyenesen Rómából, a szinodális tanácskozásokról, majd nagyon várjuk a beszámolódat, illetve Steinbach József református püspök, magam pedig Fabinyi Tamás evangélikus püspök vagyok, és örülök annak, hogy egy nagyon örvendetes témát fogunk megbeszélni a szinodalitás jegyében, Rómában zajlott októberben a szinódus, de sajnos egy szívszorító, nehéz témát is és meg kell beszélnünk, ez pedig a Szentföldi háború. És kezdjük akkor ezzel október 7-én megtörtént az, ami szinte még a Szentföldön is, ahol pedig mindig puskaporos volt a hangulat, elképzelhetetlen volt, hogy az arab terroristák ilyen tömegével gyékoltak meg, nem csak katonákat, hanem ártatlan embereket és civileket, és kezdetét vette egy olyan harc, egy olyan háború, ami hát eszkalálódhat is, és amitől mindannyian rettegünk hogy értesültetek erről, és, és, főképpen az egyházatok, akár katolikus, akár protestáns, református, evangélikus egyház, hogyan nyilatkozott meg ebben a kérdésben, illetve mennyire ismeritek az ott élő keresztényeket, hiszen aggódunk a zsidókért, aggódunk a, a muhamedánokért, minden jó szándékú ártatlan emberért, de a keresztények talán még inkább a szívünkön vannak, a keresztények sorsa még inkább a szívünkön nyugszik. Ugye azonnal értesültünk erről a szomorú háborúról, annak a kitöréséről, és számomra azért is érdekes, mert hat nappal előtte érkeztem meg a térségből, Jordániából, ahol keresztény gyülekezeteket látogattunk, meg az ottani nagykövettel találkoztunk, és hát az ottani szent helyeket végigjártuk, amely egy egy csodálatos felemelő élmény volt. A Nébo hegyéről rátekintve a Szentföldre, és akkor értettem meg, hogy mit jelent az, hogy a szent hely igazából azóta is egy felemelő élmény számomra. És, és... annál döbbenetesebb, hogy nincs béke az olajkák alatt, ez, a, ez igen, a, igen. a, szentföldi háború még inkább szívbe markoló, fáj a orosz-ukrán háború, fáj a Karabach térségnek a népírtása, de, de ez a szent föld szenvedése még borzasztó. Igen, 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 tehát szíven csapja az embert, mert hát a békefejedelmének az eljövetelét ott hirdették, ott, ott született meg, és a békefejedelmének a hazájában nincs békesség. Ez olyan elkeserítő, olyan elszomorító, de hát ugyanakkor üzenetértéke is van, hogy, hogy az ember képtelen a maga erejéből megteremteni a békességet, ehhez, ehhez az Isten kegyelme kell, Jézus Krisztusnak a békesség fejedelmének az újjászülő irgalma, és hát ő hozzá kell könyörögnünk, hogy Igen, a ez a, imánság... nehéz helyzet megoldódjon. Van-e a katolikus egyházban, akár nálatok a görög katolikus egyházban ilyen helyzetekre előírt imádság, vagy, vagy ilyenkor javasoltok-e a papoknak olyan alkalmi imádságot, amivel konkrétan, hogy így mondjam, névvel és lakcímmel ezekért az áldozatokért és egyáltalán az ottani békért imádság. Hát ami a liturgikus gyakorlatot illeti, Értem szerint inkább a bizánci egyház gyakorlatát tudom említeni, de Ferenc pápa maga is buzított az imádságra, és írt is imádságot, amelyet meg is hirdetett, és erre felszólította a imádkozni tudó és akaró embereket. A mi szertartásunkban nincsen módosítás, tehát nincsen ezt tesszük be, azt be, viszont minden nap, minden szert, minden Liturgiában a mennyei békéért imádkozunk, tehát hogy békességben, így hívjuk, hogy a békességek térni a békesség könyörgés, minden liturgia ezzel kezdődik, békességben könyörgünk, és a mennyei békéért és lelkük Tehát, hogy a, amire utaltál, te is, hogy a, ez a mennyei béke, és azért... Na de bocsánat, a mennyei béke <coughs> szép, ha megvalósul, de a földön van háború. Hogy valósulhat meg a földi béke? Hát, a, hát, tehát hogy a mennyei békét kérjük. Jó, hogy az jöjjön mennyei békét a földre. kérjük, hogy uh -huh. ne, természetesen, mint ahogy a mi is, uh -huh. hogy amint a mennyben, úgy a földön is Igen. legyen meg a te akaratod. És engem megrázott az az Ozeási mondat, hogy hogy ezen a helyen nem tudom pontosan idézni, hirdettem, hogy ez lesz a béke városa. A béke városa, mondja, hozzájárul. Hát Jeruzsálem, és, ugye, a béke városa, hát van és benne. Hogy akkor, és hogy akkor, hogyha ha nem lennék mélyen hívő ember, akkor, vagy a zsoltárossal mondanom, hogy uram, hát akkor mikor valósul meg a, a, a jövendőlésed, hogy várjunk még vajon, hogy a, a béke valóban megvalósul, és a, innen terjed el a béke, vagy pedig esetleg más értelemben kell, ez a mennyi béke értelmében, ahol, ahol a, a legszörnyűbb körülmények között is ott van a Krisztusi béke, ez a nagyon nehéz dolog, nem tudom a választ. Említette Ozeás profétát, vagy Ozeás profétát, aki imádkozik Jeruzsálemért, de ugyanígy a Zsoltárban, például a 122. Zsoltárban nagyon szépen fogalmaz a Zsoltáros, kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek, legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked, Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Tehát ez a Jeruzsálemért való béke, ez nagyon aktuális, és olvastam a református Játéjának nyilatkozatát, ez volt a, a motto, amire felfűztétek. Így van, tehát az elnökségi tanácsunk, illetve a zsinatunk elnöksége, Balog Zoltán Püspök úr és Molnár János főgondnok úr aláírásával kiadtunk egy körlevelet, legyen béke címmel, és a 122. Zsoltára vezéri ennek a rövid nyilatkozatnak, amelynek a lényege az, hogy adjon az Úristen békét a békesség városában, a mennyei Jeruzsálem békéje, ami egy gyönyörű reménységünk, költözön végre be ebbe a térségbe, ami embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges, és hát közben járó könyörgésre hívja fel ez a körlevél a gyülekezeteinket, imádkozni Izrael népéért, a palesztínokért, az ott élő keresztjénekért egyaránt, minden ember, minden élet fontos, tehát a közben járó könyörgés mindenkiért szól, és mi sem változtatjuk hogy természetesen a liturgiát a Világi történések kapcsán, de a prédikációk azok uh -huh. aktuálisan erre reflektálnak egy igéből következően. Mi megváltoztatjuk, bocsánat, hadd mondjam, nem megváltoztatjuk, de de, és ez nem baj, ha van egy eltérés. Ez egy a, én a, én, a én eltérés ezt akarom a idei, mondani, idei, hogy, hogy a, az utóimánkban van egy olyan rész mindig, hogy közben jár a könyörgés, uh -huh. az úgynevezett. Ami mindig aktualitásokat is magában És fogom. mindig aktualitásokat, és most minden egyes alkalommal a Magyar Református Egyház, a Kárpát-Merencei egy Magyar Református, hogy uh -huh. ez gyülekezetében könyörgünk Igen. a békéért. Én magam is nem akarom magamat Ferenc pápa mellé állítani, de írtam a Facebook posztomon egy olyan imádságot, amit javasoltam, hogyha a lelkészek Isten tisztelet után, Isten tisztelet végén, október 7-e után imádkozni akarnak, akkor ezt használják jó ízzel és jó szívvel. Abból indultam ki, hogy, hogy Ráhel síratja gyermekeit, szinte Igen, megismétlődik ez a ez Jeremiási, és aztán az evangéliumban is megvalósult szörnyűség, amikor Heródes ugye kiadja a gyermekgyilkosságra a parancsot. Mészáros munka volt ez, uram, Heródesi cselekedet, Ráhel síratja gyermekeit, és nem tud megvigasztalódni. Persze képviselni kell a palesztinok jogait is, hiszen az nincs rendjén, hogy ők, köztük Mohamedának és keresztények egyaránt jogfosztottként élnek hazájukban, de az erőszak a terrorizmus, családok ruszként való elrablása olyan cselekedet, amit csak is aljaságnak minősíthetünk. Ráhel iratja gyermekeit, én is síratom a zsidó kicsiket, és persze aggodalma közepete imádkozom azokért a családokért, akik Gázában már napok óta víz és élelem nélkül élnek, és ugyanígy síratom azokat, akik az izraeli ellencsapások következtében veszítik életüket, alig van szavan. Tehát mindenkiért imádkoznunk kell, keresztényért, zsidóért, Mohamedánért, és, és, a személyes kapcsolat is fontos. Ugye említette Püspök úr, hogy ott élő keresztény testvéreink vannak, nekem is nagyon jó barátom a Szentföldi, most már nyugdíjas Püspök Bunipionál, azonnal fölhívtam és, és elmondta telefonba, hogy, hogy mit élnek át Gázában, mert vannak keresztények köztük, katolikusok is és evangélikusok is Gázában, intézményeik vannak főleg Sziszjordániában, de Gázában is van egy iskolájuk és és nagyon aggódnak az ottani gyermekekért, az ártatlanokért és persze mindannyian aggódunk a tuszokért, akiket magukkal hurcoltak a, a terroristák és, és az izraeli gyermekeket pajsként tartják, előtt. Nekünk is van egy viszonylag személyes kapcsolatunk, hiszen éppen az idén kötöttük meg Mária Pócs és Betjala város között a testvérvárosi kapcsolatot. És úgy volt, hogy most decemberben egy látogatást teszünk, uh -huh. és hát már nem nem tudtunk elmenni hozzájuk. És azért visszatérve a liturgikus módosításokhoz, a romai egy van az úgynevezett egyetemes könyörgés, ami mindig megvan írva azért, de ott van lehetőség uh -huh. arra, hogy hogy a pap vagy más indítványozásra belevegyenek olyan könyörgést, amit aztán mindenki könyörgéssel felel, egész biztos, hogy sok helyen Igen. ezt felhasználják. Van néhány nagyon szép történet is, amikről ilyenkor értesülni lehet, például Pizzaballa bíboros Jeruzsálemben felajánlotta, hogy a túlszul ejtett gyermekekét cserébe őt vigyék el. Tehát micsoda önfeláldozó van egy katolikus bíborosban, hogy, hogy akár az életét is odaadja, de a civileket, a gyermekeket engedjék szabadon a terroristák. Gondoljunk bele abba a rettenetbe, amit ott át kell élni. Akár az izraeli családok esetében, akiknek a szeretteit rabolták el, és sokakról nem tudnak, hogy élnek, halnak, mi van velük, köztük gyerekeket, és a másik oldalról pedig, akik Gázában élnek, de hát most már Cisziordánia is veszélyeztetett, és egy humanitárius katasztróf felé nézünk, ezért az említett református körlevélben ott van az is, hogy könyörögjünk a világfelelős vezetőiért, meg azokért a szervezetekért, akik világméretekben tehetnek azért, hogy ezt a humanitárius katasztrófát elhárítsák, hogy valóban történt történik valami ennek a megelőzése érdekében. Mindig akkor alászkodik meg bennünk a lélek, és tudunk a jóléti társadalmakban bőtre indulni, hogyha tényleg belegondolunk abba a rettenetbe, amit az ott élőknek át kell élni és egy másik történet, Suhail Abó volt egy 18 éves katolikus fiú Gázában, a gázai Szent Család plébánián talált menedéket több század magával, és ő azon kevesek közé tartozik, aki ki tudott juttatni üzenetet, hiszen ott az internetet is és minden blokkoltak, és egy nagyon megrázó levelet, vagy több, több rövid levelet írt, amiben egyrészt beszámol arról, hogy több százan zsúfolódnak ott össze a plébánián, és hogyan tartanak mégiscsak fenyegetettség közepette, rettegés közepette és miséket, és, és hogyan imádkoznak közösen, és kéri a világ imádságát, mindannyiunk imádságát. Hát hogyha még az imádsághoz hozzáfűzhetek egy szintén nagyon elgondolkodható dolgot, szintén a színóduson jött ez elő, hogy nagyon imádkozunk el ezekért az emberekért, de imádkozzunk azokért is, akik csinálják ezt a háborút. Mm mert ha valaki, hát ők azok, akik aztán tényleg rászorulnak az Isten irgalmára, hogy ugye vannak, akik, akik ebből hasznot húznak, vannak, akik fegyvergyártásból meggazdagodnak, vannak azok, akik meg is fogják a fegyvert, és vagy vakon, vagy pénzért használják. Na hát Hát őértük is nagyon imádkozni kell. Jézusi lehet. imádság, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert Igen. nem tudják, mit cselekszenek, hát, ez érvényes ebben az esetben. Köszönöm, is. hogy ezt érintetted, mert ugye nem a mi tisztünk, ezeknek a mélységebbé belemenni, meg nem vagyunk szakemberek, de ha csak a e területen kis tudásunkat illetően is belegondolunk abba, hogy ő, mik mozgatják a szálakat, milyen diabolikus erők a háttérben, akkor tényleg csak annyit tudunk mondani, hogy Uram Krisztus kegyelmez. Csatlakozunk ehhez, és kérjük is a nézőinket, hogy akár otthon, egyénileg, családban, vagy még inkább Isten tiszteleti közösségben, bibliaórán, egyházi körben imádkozzanak a Szentföld békéjéért. És most egy helyszíni beszámoló szeretnék kérni, egy kicsit örvendetesebb téma, most már én is jobb szívvel tudok mosolyogni. Titkokat nem várunk, hogy elárulj, hogy megosszál velünk, de azért mégiscsak izgalmas dolog, hogy talán egy egész hónapot most Rómában töltöttél a színóduson, és talán elmondhatjuk előjáróban, hogy, hogy korán sem csak püspöki színódus volt ez, mint a hagyományos neve is mutatja, hanem világiak is voltak szép számmal. Kérlek, de hogy, a... hogy rövide hogy, hogy zajlik egy ilyen, egy ilyen színódus. Én láttam a nagy asztalokat körülültetek. Igen, és igen, hát néz, elmesél, meg elmesélni, ez hosszadalmas lenne, de azért még hat térjek vissza az előbbi témához is, ami a színódusnak egyik fontos jellemzője, hogy bizony több olyan püspök, illetve szerzetes és más személy is volt, akinek a hazájában háborúban. Ha. És többen is felemelték a szavukat, hogy több, legtöbbször Ukrajnát emlékezték természetesen, aztán hát sajnos az Izraelt is és a gázai vezetet, de hát például Myanmarban, vagy, vagy más területén, vagy Afrikában, Nigériában, tehát nagyon sok helyen, szörnyű háborúk vannak, és azért amikor megemlítjük, akkor ne csak a közvetlen környezetünkben látod, mert szinte bántja őket, hogy hát őket meg nem emlegetjük, és akkor egy kicsit átváltozott a, a, szemléletünk is, és Ferenc Pápa többször is említette ezt, hogy bizony itt vannak közöttünk, akik közvetlenül érintettek ezekben a háborúban. Most ez azért hoztam csak átvezetőnek, mert hogy nagyon csodálatos volt látni az egyház egyetemességét. Tehát egyik délután, utána nézszem, eddig nem tudtam, hogy hány ország van az ENSZ szerint 193 országot tartanak. Nyilván nem teljesen pontos a szám a Vatikán, az már 194. volna, de hogy a világ minden pontjáról volt jelen, vagy püspök személyesen, egyházi vezető, vagy ahogy említette is, világiak is voltak. Ez újszerű volt a mostani színóduson, bár korábbi színódusokon is, ezek általában három-négy évenként vannak. És mondjuk, hogy szép számmal voltatok magyarok, hiszen Mohos Gábor püspök úr mellett ott volt Émet László, Belgrádi érsek, Pál József, Csaba Temesvári püspök, és Csiszár Igen. Klára Antónia, pasztorál teológus, Igen, Ausztriából Igen. a Lici Katolikus Egyetem. Tehát nagyon a érdekes, érdekes helyzet a, a magyar történelmek is, egy érdekes betülete ez, hogy Romániát a Gyula-fehérvári érsek Kovács Gergely képviselte, és még plusz személyes meghívótként volt a Temesvári püspök, tehát összesen püspök, akkor a szerbiai egyházat német Jó, László képviselte öt püspök volt, és két teológus, Szabó Péter Görkadius Kánon jogász, és Csiszér Klára, aki pastorál teológus, hogy a parciumból származik. Úgyhogy összesen heten voltunk magyarok, készült is egy ilyen kép, amikor a pápát körül ott voltunk, Érdekes módon valóban viszonylag nagy számban képviseltük a, a, magyarságot. De hát nem a magyarságot képviseltük, nem ez volt a dolgunk csupán, hanem hogy az egyház megújulását hogyan tudjuk a szinodalitás jegyében végbevinni. A szinodalitás pedig nem más, mint ugye a szinódos, az együttjárás, egy, együtthaladás, hogy, hogy az valóban közös út legyen, együtt haladás Krisztus felé. És amikor egyszerűen emberekkel beszélgettem, akkor hogy már kérdezem, mire jó ez, miért, miért, kell lesz? Hát mondom, nézzük meg, hogy ha valakit megkérdezünk, hogy ki tartozik az egyházba, mit szoktak mondani, úgy, úgy közvetlenül. Hát a püspökök, papok ha jobban meggondoljuk, nyilván mindenki, de azért a, a, közgondolkodás mégis mind a mai napig azonosítja klérussal az egyházat, holott nem. És Ferenc pápa ezt akarja nagyon elérni, hogy a legközvetlenebb módon mindenki érezze magát az egyház élő tagjának, a kerességtől fogva, a keresztség tesz bennünket egyház tagjának. Hadd, hadd itt közbe, hogy, hogy ez talán muzsika füleinknek. Nagyon-nagyon Nagy, ökumenikus gondolat. A, is, a, nagyon a, is, a világban. 500 év volt a világia képviselete köztük, a nő a képviselete az egyházban, és ugye reformátusok, tehát még a szót is használjátok, hogy zsinat presbiteri elv, így van, így van. ami a döntéshozatalban, akár gyülekezeti, akár magasabb szinten mint a és nem lelkészi presbiteri igen. világi igen. laikus elemnek a bevonása, így van. Igen. a paritás az egyenlőség elvén. És hogyan értitek ti a zsinat szót? Mert azért a ti református szóhasználatotokban is van annak jelentése. Talán érdemes ezt most egymás mellé tenni, hogy a katolikus szünödalitás és a református zsinat hogy egészítheti ki egymást. Tehát a legfelsőbb képviseleti szerv, az is kifejezi ezt a szünhodosz egyúton járást, hogy ugye a zsinati képviselőket, amely a, tudom, a Magyarországi Református Egyháznak a legfőbb törvény, és döntéshozó szerve, azt alulról gyülekezetek delegálják. Itt lelkészek és Lelkésziek és világjak, teljesen egyenlő arányban vagyunk. Fiatalok is vannak? Hogyne, tehát különböző korosztályok, nyilván a nők, szinte már ugyanaz arányban jelen vannak a sinaton. Azért kérdezem a fiatalokat, aztán visszadom a szót, csak nagyon tetszett, hogy láttam egy fényképet, Ferenc pápával szemben egy 20 éves srác, amerikai fiú, bocsánat, egyetemista ül és igazolást kért, a pápától, hogy ő a, a, a színóduson részt vett, és ezért hiányzott az egyetemi óráiról. És a pápa igen, igen, volt olyan igen, jó fejű, úgy mondjam, hogy aláírta neki ezt az igazolást, hogy igazoltam voltál. De ugye a színodalitásban az a csodálatos, amit megfogalmazott a színóduson, ahogy utána néztem, és ebben a körlevélben is megjelent szó szerint, amit október 25-én kiadtatok, hogy az egyháznak a tanítói szolgálatát meg kell, hogy előzze a hallgatásnak a szolgálata, hogy, Igen. tehát hogy meghallgatni egymást is, meghallgatni fiatalokat, időseket, egészségeseket, betegeket, püspököket és lelkészeket és laikusokat, sőt azokat is, akik még nem a hit útján járnak, hogy mit gondolnak, és gyakorlatilag a, a református zsinat presbiteri elvnek is ez a lényege, hogy, hogy a gyülekezetek delegálják a képviselőket, és előtt azok tájékozódnak, hogy hát mit gondolnak a saját gyülekezeteikben kérdésekről, és hát azt képviselik természetesen a felső döntéshozatali szervnél, és hát ez, a, ez az együtt gondolkodás, ez a nyitás és, és megújítás, ez rendkívül szimpatikus nekünk, és bocsánat, nem, nem, akarok semmit belemagyarázni, de azért annak is volt számunkra üzenet értéke, hogy éppen októberben a reformáció napjában tartottátok ezt a színódust. Mind, mind, mindig Köszönjük, a hogy így a reformáció nyomdokában. Hát, hadd hát, hát tegyem hozzá, hogy aztán, hogy mondjam, megróljanak, mert valóban a színódus kapott ilyen vádakat, uh -huh. hogy hát ez már protestantizálódás, uh -huh. Uh -huh. és nem tudom pontosan erre a választ Nyugodás a meg a nézőket, <laughs> hogy azért nem, hogy, nem egészen... Amit lehet tanulni a protestáns egyháztól, az, az természetesen eltanuljuk, viszont egy pontosításra teszek, akkor mindent tiszázódik, tudni, hogy nálunk a zsinat, és a színódus, ha Hét jól lehet, hogy a, a, a szó gyöke ugyanaz, uh -huh. de a zsinat törvényhozó szervezet, a színódus meg tanácsadó igen. szervezet. És, és, és a zsinódus a, a, a másik zsin, vatikáni zsinat után alapította meg hatodik pálpápa. Tehát a színódus, mint intézmény nem létezett korábban. Uh -huh. A keleti egyházban igen, viszont ott, ott is tanácsadó szervezet, illetve a keleti egyházban van erősebb ereje. Minden esetre hát ezt érdemes tisztázni, és a most... Azért, akik szavazati joggal rendelkeztek, még nem püspökök is, voltak éppen egy szöveget hosszunk létre, amellyel úgy küldött minket a pápa haza, hogy na most ezen dolgozzunk. Tehát nem, ez még nem véglegesítő. És, és ez ugyanúgy megosztod tett, majd az egyház megye világi így van, tagjaival, hogy az, az istát. Ma már föltettem az istára a következőt, hogy, amiben meghirdettük, hogy, akkor, még ma este. Hogy, 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 hogy hogyan fogunk hozzányúlni, még nem részleteiben, de hogy. És várható zsinat <hállt> is valamikor? Hát zsinat meghirdetésán. a egy harmadik vatikáni zsinat? Ne, nem, mert nem vesz. Arról volt szó inkább, uh -huh. hogy amit most Ferenc pápa nagy erővel elkezdett, nem egyéb, mint a másik vatikáni zsinat apró pénze vagy, vagy hétköznapi élete váltása. Uh -huh. mert ez a szemléletváltás igazából a másik vatikáni is kezdődött el, de még nem ment át a, 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 a hétköznapi egyház élet. Érdekes, amit mondtál, hogy ugye mi örültünk annak, hogy itt ilyen protestáns hangokat is felfedeztünk ebben a törekvésben. Hát te mindjárt mondtad joggal a lehatárolódást, természetesen, amit értünk, de egyébként miért baj az? Persze tudom, hogy nem ilyen szándékkal, mondtad, hogy hát tanulunk egymástól, ahogy egyébként mi is tanulunk tőletek e sok mindent, e e liturgiában, e meglátásban, e spiritualitásban, e ami, ami, rendkívül fontos, és ami meg nálunk hiányzik, és én úgy gondolom, hogy ez egy gyönyör lelk által vezérelt e folyamat ezen a közös úton, mert azért mindannyian e a szinodalitás folyamatában vagyunk, a közös úton járunk, és Jézus Krisztus teljessége felé haladunk. Hát erre, egy bocsánat, egy nagyon érdekes, teológiai kérdésfelvetéssel válaszolok, hogy a hierarchia az szociológiai jelenség, vagy pedig kinyilatkozhatás alapján született. Mi azt mondjuk katolikusok, hogy kinyilatkozhatás alapján, tehát a hierarchia a püspök, a pap az Krisztus személyét képviseli, a szentségi erőben, még hogyha szociológiai jelenség, akkor, akkor ezen lehet változtatni. És nem titkolom, hiszen biztos felszínre jön majd ez, hogy ott bizony erről is beszélgettünk, És voltak olyan hangok, szélsőségesnek minősítő hangok, hogy, hogy hát igen, ezen is változtassunk. Azzal zárnám ezt a beszélgetést, ami nagyon köszönök nektek, és szerintem a nézők is hálásak mind a két témáért, de azzal zárnám, hogy, hogy az az egyház, amelyik kész mindenkit meghallgatni, és ez program már teszi, és híme most ez volt a színóduson, Igen, az az egyház, azt hiszem, hogy hiteles egyház lesz, és, és katolikusok és protestánsok ezt szeretnék meghallgatni mindenkit, és mi magunk is, ha mondhatom a ti nevetekben, szeretnénk meghallgatni a nézőket, szívesen várjuk a nézői reflexiókat, leveleket, témafelvetéseket, indítsunk el beszélgetést, akár a most elhangzott kérdésekről, vagy, vagy bármi más témáról, és akkor nem marad Más hátra, mintsem, sem, hogy ennek a 148. püspökenyérnek a végén megköszönje ha néző kitartó figyelmét, beszélgető társaimnak köszönöm az odaadó lelkesedést, a nehéz témákban való véleménycserét. A bizonyisten YouTube csatornán meg tudják nézni ezt a műsort később is, és ha írni akarnak, a püspökenyér kukaszmtv.hu címen küldhetnek üzenetet nekünk. Négy hét múlva reménység szerint megint találkozunk visszatlátással.